Önálló magyar iskola alapítására bólintott rá a Besztercei önkormányzat. A tanintézet az André Mures Jánó iskola keretében működő magyar tannyelvű osztályokat veszi át, és ugyanabban az épületben fog működni immár önálló intézményként. A 21 tagú városi önkormányzat csütörtöki ülésén 15-en támogatták az iskola alapítása vonatkozó határozat határozattervezetet. A döntést nagymértékben segítette, hogy a Városi Tanács egyetlen RMDSZ-es képviselője képezi a mérlegnyelvét a két nagy tábor között. Antal Attila, a magyar tagozat vezetője korábban azzal indokolta az önálló iskola létrehozásának igényét, hogy az erősen szorványosodó megyében több településen megszűnt vagy megszűnőben a magyar oktatás, így központokba kell gyűjteni a magyarul tanulni akaró gyerekeket. Úgy érezzük azt, hogy a, hogy a megyében erős magyar iskolaközpontokat kell létrehozni ahhoz, hogy a magyarság fent tudjon maradni, tehát a magyar gyerekek is magyar tagozaton vagy magyar iskolában tudjanak tanulni. Az egyik központ az itt Besztercén lenne. Az önálló tanintézmény Hunyadi János nevét viseli majd, ezen a néven működött 1940 és 1945 között is magyar nyelvű iskola az észak városban. A tervek szerint diákotthonnal is ellátott szorványközpontot szeretnének kialakítani a városban.